A Magyar Szocialista Párt fontosnak tartja, hogy ellenzéki oldalról is gratuláljon Cseresnyés Péternek államtitkári kinevezéséhez. Elvárásaik is vannak, mint az elhangzott a párt kanizsai szervezetének pénteki sajtótájékoztatóján. Fejlődést és a bérek emelkedését hangsúlyozta Teleki László országgyűlési képviselő. Ebben tehát lesz szerepe Cseresnyés Péter államtitkár úrnak, hogy mennyire tudja helyzetbe hozni Kanizsát is, az ország más pontjaival nem ellentétesen, hanem ezt is helyzetbe kellene hozni, mégpedig úgy, hogy fontosnak tartjuk, hogy a vállalkozásokat tudja olyan szintre hozni, hogy újabb és újabb befektetőket próbáljon meg idehozni Kanizsára annak érdekében, hogy még több foglalkoztatott legyen, mert most a nagyon rossz a statisztikai helyzet a Nagykanizsának, tehát sok munkanélküli van Nagykanizsán, ezt nyugodtan el lehet mondani. Ezen kívül akár a turisztikára, akár pedig az idegenforgalomra, akár pedig a különböző területekre, ha gondolunk, akkor szintén lesz dolga államtitkár úrnak.